Európai parlamenti választás meglepő eredményt hozott, ami az ellenzéki szavazatok számát illeti. Leszerepelt az MSZP, a Jobbik, az LMP, és senki által nem mért és nem várt eredménnyel szerepelt a DK és a Momentum. Ezek után Fekete Győr András, a Momentum vezetője azt mondta, hogy újra kezdené és újra nyitná az együttműködési megállapodásról való tárgyalást az őszi önkormányzati választásokra. Nem felrúgná, hanem újra nyitná. Hogy jobb legyen. Fekete Győr Andrással fogunk erről beszélgetni. Jó napot! Jó napot kívánok! Jobb legyen, de milyen az a jobb? Igen, az nagyon fontos, hogy felrúgni egy megállapodást, amit már megkötöttünk április 6-án, ilyet nem lehet csinálni, és ilyet soha nem is tennénk. Annak a megállapodásnak vannak olyan pontjai, amik még nem véglegesek. Úgy, mint? Vannak olyan kerületek, mint például a 9. kerület, vagy a 23. kerület, ahol nem került megnevezésre személy, hanem csak egy párt. Ez az EP választás nélkül is, akkor ezeket a kerületeket, ezekről való tárgyalást folytatták volna. De most, tehát ehhez nem kellett a választás, mert annak eredményese. Tehát, de kellett, akkor, pont ez az, hogy kellett, mert akkor abban maradtunk, hogy további pártokkal fog majd kiegészülni ez az együttműködés, és lementek a választások, és most újra ezekben a napokban egyébként már a felek az asztal körül ülnek, és most fog majd véglegesedni ez a megállapodás. Még nem látom, hogy mi lesz ez a végleges verzió, de a következő 1-2 hétben ezzel meg is leszünk. Az áprilisi megállapodás arról szólt, hogy az MSZP 12 kerületben állíthat polgármesterjelöltet, a DK 6-ban, a Momentum 5-ben, de itt a további két párt, az 5-ből 2 volt fenntartva annak, hogy majd a Jobbikkal és az LMP-vel megegyeznek. Tehát akkor a jobb megállapodás az ugyanezeket az arányokat tükrözné, 6, 5, 12, és a Momentum még két, tehát ebből az 5-ből 2 helyet odaadna, vagy megállapodna az LMP-vel és a Jobbikkal, vagy pedig az arányok és számok is mások lennének. Szerintem az arányok és számok tekintetében nagyon minimális változás lehetséges csak. Itt ugye az is egy kérdés, hogy van-e tárgyaló partnerünk. És itt gondolok arra, hogy tehát a MSZP-nek, a DK-nak, a Momentumnak, Párbeszédnek van-e tárgyaló partnere, mondjuk most az LMP-ben, ahol lemondott az elnökség, ahol lemondott a budapesti elnök, ahol nem tudjuk, hogy mikor lesz tisztújítás, valamikor a nyáron. Tehát ez egy kérdés, hogy kivel lehet tárgyalni. A Jobbiknál ugyancsak vannak homályos foltok. Úgyhogy ennyiben azért nehezebb a dolgunk. Mi szeretnénk azt, hogy ezek a pártok ezek csatlakozni tudjanak a budapesti megállapodáshoz. Nem tudok most sajnos minden kérdésre választ adni, pont amiatt, mert itt azért van egy bizonytalansági tényező. De nem csak ez a bizonytalansági tényező, hanem az erőviszonyok, amelyre már ön is utalt korábbi interjúkban, azért egészen más tükröztek a május 26-ai választáson, mint az áprilisi megállapodásuk. A számok maradhatnak? 12 MSZP Párbeszéd, 6 DK és 5 Momentum? Kérdés, hogy mi lesz az LMP-vel és a Jobbikkal, de akkor maradjunk ennél az 5-nél. Maradjon a 6, 5, 12? Ami a polgármestereket illeti, ott akikben már megállapodtunk, ők én szerintem maradni fognak. A két fennmaradó kerület esetében ott elbírom képzelni azt, hogy a Momentum fog mondjuk polgármesterjelöltet állítani, például, azt elbírom képzelni. Viszonyok, 6 DK-s polgármesterjelölt, 5 Momentumos polgármesterjelölt a kerületekben, és 12 MSZP Párbeszéd. Hát, vagy mondjuk a 9. kerületben a Momentum állítana, és nem a Párbeszéd, akkor csak 11 MSZP Párbeszéd. Tehát azért mondom, de a többi kerületben nem lesz. Tehát a 9. meg a 23. kerületben, ami minket illet. Tehát ez a két kerület az, ahol érdemes beszélni arról, hogy kiinduljon, mert nincsen ott most polgármester jelölt, viszont vannak választási eredményeink, akkor és vannak jelöltjeink. Aha. Erről érdemes beszélni. A többi kerületet mi biztos, hogy nem fogjuk megbolygatni. Ahol változások lehetnek, illetve nem is változások, mert kerületi szinten, az önkormányzati képviselő jelöltek szintjén nem volt még végleges megállapodás. Nyilván olyanok voltak, hogy egy kerületben 2 vagy 3 momentumos választókerület lesz. Most az a vasárnapi eredmények után ez lehet, hogy 4-5 lesz. Jó, akkor 6-6-11. 6 DK, 6 Momentum, 11. Ha csak a többi párt nem csatlakozik, akkor erre van realitás.
És hogyha De csatlakoznak, szerintem akkor a fognak többiek, de csatlakozni. akkor kitől vegyenek el, ha csatlakoznak? Hát én azt gondolom, hogy ez a kettő kerület az, ami ahol lehet keresni valója a Jobbiknak, az Önmagják LMP-nek. oda a Jobbik Mi mindenképpen keretében? a 23. kerületet, már akkor is elmondtuk április 6-án, hogy mi azt nagyon szívesen átadjuk, átengedjük majd a Jobbiknak vagy az LMP-nek. És ez mennyire reális, szintén visszautalva a május 26-ai erőviszonyokra, eredményekre, hogy a DK, a Fidesz után DK végzett a második helyen. A harmadik helyen a Momentum. Az MSZP-t, Jobbikot, LMP-t az előbb már említettem, hogy nagyon a várthoz képest nagyon rossz eredményt értek el. A kerületi polgármesteri jelöltek szintjén viszont maradjon az a felosztás ön szerint, hogy legtöbb polgármesteri jelöltje az MSZP párbeszédnek legyen, akik hát meg se közelítették a DK-nak és a Momentumnak az eredményét. Csak annyi korrekciót az első mondathoz, hogy például Budán, ott szinte kivétel nélkül a Momentum a második erő a Fidesz után, és például a 13. kerületben, tehát Pesten is van, ahol 10 budapesti kerületben ott a Momentum a második, és a fennmaradó 13-ban pedig a DK. De hogy ő azért az MSZP-nek van, azt hiszem, hogy 5 polgármestere, lehet, hogy 4 vagy 6, szerintem 5 polgármestere Budapesten, akik el fognak indulni, és akiket mindenképpen támogatni kell. Szerintem... Igen, de a szerintem, jelen megállapodás szerint ez egy kettő lenne. Akkor is, hogyha az MSZP egyébként most 8 vagy 9%-on áll Budapesten. Ami nekünk a fontos, az még egyszer mondom, tehát ez az áprilisban mi kötöttünk egy megállapodást polgármesterekről, mi ezt nem kívánjuk felrúgni, megbolygatni, önkormányzati képviselő testületekbe viszont azt szeretnénk, hogy minél több új szellemiségű, új gondolkodásmódú fiatal momentumos tudjon becsatlakozni a munkába. Tehát, hogy ennyiben mindenképpen lesz komoly kihatása a május 26-ai eredményeknek, de nem a polgármesterek szintjén. Mi lesz a főpolgármester jelöltel? Minden benne van a pakliban. Én örülnék annak, hogyha a verseny az fokozódna. Szerintem nagyon sokan Budapesten, nem szerintem, ezt állítom, tehát, hogy sokan Budapesten már kicsit unják azt az állóvizet, amit a Puzsér Róbert meg Karácsony Gergő között kialakult. Ez unalmassá vált, nem nagyon látható kampány egyik oldalon sem. Én örülnék annak, hogyha lenne új szereplő, aki ebbe be tudna lépni. Szigorúan úgy, hogy az előválasztáson elindul. És nem tartom kizártnak, hogy ez egy momentumos nem szereplő kizártnak, lenne. Hogy szeretné. Nem tartom kizártnak. De szeretné. Ketté nem zárnak ki egymást. Civil legyen, vagy momentumos legyen? Szerintem az fontos látni, hogy most vasárnap, azért 340 ezer ember, meg ugye a külföldön adott szavazatok nélkül, arra voksolt, hogy egy új politikai erő képviselje őket az Európai Parlamentben. Tehát ugye sokszor eshetünk abban a hibában, vagy sokszor élünk abban, hogy mindenképpen kell valaki, aki már rengeteget bizonyított, rengeteg céget vezetett, rengeteg önkormányzatban hozott már döntéseket, de azt mutatja nekünk vasárnap, hogy az emberek újdonságra vágynak, és ezt az újdonságot, ezt jelenleg a Momentum képviseli számunkra. Úgyhogy én, ha már feltette a kérdést, akkor én örülnék annak, hogyha Momentum meg tudná azt mutatni, hogy mi van benne itt Budapestben. Van egy nagyon jó programunk, Budapest 2.0 címmel, és jó lenne ezt versenybe dobni. Hát versenybe dobhatják a programjukat úgy is, hogy beállnak egy jelölt mögé, aki már létező, már jelölt. Ehhez nem kell okvetlenül új jelölt. Ez így van, és ezért is mondtam azt, hogy még nem eldöntött tény az, hogy ez lesz-e. Momentum tagságán múlik. De erről szavazni fognak, vagy mit csinálnak? Erről szavaz. Ha ezt terjesztjük elő, mi mint elnökség, akkor erről a Momentum küldött gyűlése fog majd döntést hozni valamikor a közeljövőben. Ha már polgármester, főpolgármester jelöltekről beszélünk, mi lesz Zuglóval, kicsit visszakanyarodva a kerületi polgármester jelölti egyeztetéshez? Ott maradhat a szocialista jelölt? Beállnak mellé, mögé? Abban állapodtam meg április 6-án, hogy ott szocialista jelölt fog indulni.
Ő horvát Csaba. Mi ehhez a megállapodáshoz tartjuk magunkat. Tehát nem kérik Zuglót. Nem kérjük Zuglót. A 24.hu készített önnel egy interjút, amikor is az újságíró rákérdezett arra, hogy van-e DK Gyurcsány Ferenc nélkül, amire ön azt mondta, hogy lennie kell, mert hogy sok DK-st is biztos zavar, hogy a DK egy one-man show. Miért gondolja, hogy a DK-sokat ez zavarja? Mondjuk a vasárnapi választás számszaki értéke sem azt mutatja, hogy zavarta volna őket, hogy a DK-nak ki a vezetője, a listának ki a vezetője. Most amellett, hogy én nem szeretnék foglalkozni Gyurcsány Ferenccel, és ezt sokan elmondtam, hogy a DK az egy nagyon, nagyon jó kampányt csinált, és le a kalappal, Dobrev Klára előtt is, ezt így kell. Én sok emberrel beszéltem, akik azt mondták, DK-sok, hogy megújulásra vágynak, és nekik ez a Dobrev Klára fémjelezte a kampány, ezt ezzel is hozta. És ezért is mondtam ezt az interjúban, hogy már egyre kevésbé van mensó. Amikor kérdezték tőlem, hogy mi a különbség a Momentum és a DK között, akkor sok különbség mellett azért azt is mondtam, hogy nálunk egy, ez hogy mondjuk szépen a brandet, tehát nálunk van egy közösség, egy szellemiség, egy ígéret, amit választanak az emberek, és akkor is ott a lila szín, akkor tudják azt, hogy mit kapnak, tudják azt, hogy cselekvő politikát fognak kapni, tudják azt, hogy lendületet, lelkesedést, aktivizmus fognak De kapni. Ez úgy jön a DK-hoz, hogy a one man show-nak szerintem az a problémája, hogyha az a one man az kikerül a képből, akkor ami mögötte van, az veszélybe kerül. Az adott pár. Persze, azért mondom, hogy én ezt nem szeretnék foglalkozni, én csak azt mondtam, amit mondtam, hogy... Önnek van Gyurcsány fóbiája? Nekem nincs Gyurcsány fóbiám. De arra sok kérdés... embernek volt 2015 Gyurcsány fóbiája, ezek az emberek, ezek az én környezetemben voltak, és de azért eltelt sok idő azóta. 2015 előtt se volt? 2015 előtt én politikai apátiában voltam, és politikai árva voltam, úgyhogy akkor még kevésbé foglalkoztam vele. Az utóbbi években pedig Orbán Viktor, meg a Fidesz rendszere az, amivel szemben mi meghatározzuk magunkat, nem pedig Gyurcsány Ferenc. Igen, és ez szerintem nem a újságíróknak valamilyen küldetés tudata, hogy minden ellenzéki párt vezetőjénél megkérdezik, hogy és mi a viszonya az ön pártjának a DK-hoz és Gyurcsány Ferenchez. Mert hogy egymásnak szinte mindig üzengetnek újságírók nélkül is. Tehát ez egy fontos kérdés lesz, hogy ön a Momentum vezetőjeként hogyan viszonyul a DK vezetőjéhez, annak személyéhez, mert az meghatározza a DK-t. Ugye, Gyurcsány Ferenc nem saját magát jelölte ki, őt a DK megválasztotta. Onnantól kezdve, hogyha önnek Gyurcsány Ferenccel van baja, akkor magával a DK-val van baja. Akkor meg hogy lesz együttműködés? Tehát ez most ebben a pillanatban ezért fontos kérdés, hogy mi a viszony a Gyurcsány Ferenchez. Együttműködés az van. Mi egy asztalnál ülünk a DK-sokkal országszerte mindenhol, és együttműködés az van, az kézzelfogható, és együtt fogunk küzdeni az önkormányzati választásokon. Ez sokkal nagyobb kérdés, hogy a jövő az mit rejteget ezeknek a pártoknak szerintem, de nem tartunk még ott, hogy ezekre választ tudjunk adni. Én csak, hogy így megértsék a nézők is, hogy ez mondjuk nekem személyesen, vagy mondjuk sok momentumosnak ez miért nehéz, nekem az első politikai élményem az Összödi beszéd volt. Tehát én akkor gimnazista voltam. És engem azért az ott elég rendesen megmozgatott. És én konzervatív. Iskolába is jártam, a Toldiba, konzervatívabb családból is jövök, úgyhogy én voltam tüntetni Gyurcsány Ferenc ellen, és amellett, hogy Gyurcsány Ferenc hagyja ott azt a kormányt, és tegyen ezzel szívességet Magyarországnak, ne legyen az utcán semmifajta forradalom és polgárháború. És ezt most így gondolja, hogy akkor úgy kellett volna cselekednie? És ezt ma teljes mértékben így gondolom, szerintem az egy nagyon súlyos politikai hiba és tévedés volt, és a hatalomhoz és a saját egóba való kapaszkodás volt az, hogy ő ezt nem tette. Szerintem fontos, hogy itt legyen az embernek valamilyen véleménye arról a kormányzásról, mert hogy sokan azt mondják, hogy ez okozta a kétharmadot. És ebben szerintem ők nem is tévednek. Jelen helyzetben van egy DK, amely párt ráadásul a most vasárnapi választásokon
nagyon jól szerepelt. Tehát nem mondható az erre a pártra, hogy hát mi velük nem akarunk, vagy nem veszük figyelembe, tehát akkor milyen együttműködés lenne. Tehát innentől kezdve gyurcsányozni egy olyan párt esetében, amely párt láthatóan emelkedik, mármint hogy a támogatottsága, hát nem túl ildomos egy ellenzéki politikusnak. Ha rákérdeznek, vagy ha önmagától mondja, akkor is ellenzéki politikusként ma gyurcsányozni, az tulajdonképpen az ellenzéknek a bármiféle együttműködését gyengíti, nem gondolja? Hát nekem is az önvélemény, hogy nem ildomos valakit mondjuk kritizálni. Igen, szerintem, tehát csak azért, mert van egy olyan képlet az ellenzéki politikában, hogy működjünk együtt a Fidesz legyőzése érdekében, nem jelenti azt, hogy a másik tetteit például ne kritizálhatnánk, nem mondhassuk el a véleményünket róla. Szerintem ez nem jelenti, de ez nagyon fontos, hogy én... Szerintem nincs itt az ideje, de én nem is gondolom azt, hogy nagyon kritizáltam volna. Azt megkérdeztek az újságírók, én el fogom mondani a véleményemet. Az más, mint amikor én saját magam találom ki azt, hogy akkor nekem Gyurcsány Ferencbe kell belerúgnom minden nap. Én nem gondolom, hogy nekem ez a feladatom, nekem az a feladatom, hogy Orbán Viktor túlhatalmát csökkentsem a következő években a Momentummal, és aztán 22-ben pedig váltsuk meg ezt a rendszert, váltsuk le ezt a rendszert. Ez az én feladatom, nem Gyurcsány Ferenccel való foglalkozás. Az EP választáson ön szerint mi volt a Momentumnak a sikere? Tényleg a Momentumra szavaztak majdnem 10%-nyian ebben az országban, vagy pedig egyszerűen valami mást akartak, mint az eddigi kínálat, ami tulajdonképpen annak idején az LMP-nek lehet más a politikának is a sikerét jelentette? Nekem az a határozott élményem és tapasztalatom, hogy a Momentumra szavaztak itt. Túlnyomó többség, mert nyilván biztos vannak olyanok, akik meg többiek ellen szavaztak, de nagyon sok olyan üzenetet kapunk és olvastunk, és mondták azt, hogy na végre itt van ez a párt, amire most már jó volt szavazni. Az, miért volt jó ezen a Momentumra szavazni? A nagy különbség tavalyhoz képest, hogy sokkal, de sokkal többen ismertek már minket. És tehát átment az a nyilvánosságon, hogy van ilyen, hogy Momentum. Lehet, hogy nem volt Nolimpiához fogható akciója az elmúlt 2 évben, de ott volt folyamatosan. Talán markánsan legutóbb decemberben a rabszolga törvényellenes tüntetéseken, és országszerte. Az volt az első demonstráció ennek, hogy a Momentum egy országos párt, hogy ott a 45 különböző helységben ott Momentumosok is szerveztek megmozdulásokat. Ami a sikerét jelentett ennek a 10%-nak, vagy a kulcsát, az, hogy egy nagyon jó mozgósító kampánnyal, egy mindenki számára érthető üzenettel a saját szimpatizánsainkat meg tudtuk győzni arról, hogy hozzanak még sok mindenkit a Momentumra szavazni. Tehát nem egy olyan, tehát rengeteget hallottam, hogy és a nagymamámat is meggyőztem, és a tesómat, aki egyébként rohadtul nem érdeklődik a politika iránt, de eljött és rátok leszavazott. Hogyha folytatnia kellene azt a mondatot, hogy a Momentum az a párt? A Momentum az a párt, ami hitelesen és határozottan kiáll amellett, hogy az elvándorlásra adott gyógyír, az az egészségügy, az oktatás és a megérhetés problémájának a megoldása. És ez egy dolog, hogy ezt 20 éve ezt elmondja minden ellenzéki párt, oké, de mi azért is kezdtük el ezt az egészet csinálni, hogy tényleg az egészségünkbe, a tudásunkba és a megérhetésünkbe fektessük bele azt, amink van. És mi ezért szeretnénk kormányozni, vagy hát ezért is, de ezek a fő prioritások, amikkel mi foglalkozunk. Az egészségügyi ez, oktatás színvonalát javítani, a megélhetést, annak körülményeit javítani, az hogy kell? Ezt úgy kell csinálni, hogy első körben kormányra kerül egy párt, egy politikai erő, és aztán a politikai akaratát, azt nem stadionok építésébe, meg nem a közpénz ellopásába, meg nem Paks 2 építésébe, stb., meg Belgrád vasútvonal építésébe fekteti, nem egy Kásler Miklóst nevez ki az oktatásügy, meg az egészségügy élére, akiről azt hallom egyébként, hogy ő délután, nem tudom, 3 és 5 között hálósapkában alszik a minisztériumi szobájában, hanem... Ezt kitől hallottam? Kérdezze meg minisztériumi dolgozókat, én tőlük hallottam.
De azóta is várom a képeket tőlük. Meg Bódis József közoktatási államtitkár a Pécsi Tudományegyetemen szülésznőgyógyászként dolgozik minden pénteken. Tehát, hogy itt ilyen sztorik vannak az Emmiben, az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Így nem lehet. Így soha nem lesz egy olyan országunk, ahol nem hal meg 24 ezer ember évente. Momentumnak van egy egészségügyi program, egy oktatási programja, meg lehet nézni az interneten, az Indítsuk be Magyarországot programban. Mi ezekre fogunk fókuszálni, amint kormányra fogunk kerülni. Mit gondol, valaha, valamikor Magyarországon kormányra fog kerülni a Momentum? Igen. Ez 2 éves, hogy én így gondoltam. És most melyik dátumot lőtte be? Nem tartom kizártnak 2022-es kormányváltást, és nyilván nem úgy, hogy a Momentum az egyedüli kormányzó alternatíva, hanem egy szövetségben kormányozna, de nem tartom ezt kizártnak. Rengeteg a munka addig, mert a kormányzó képesség az még hiányzik a Momentumnál. Egyre nagyobb a tagságunk, ez tény. Nagyon sok fiatal szakember van ebben a közösségben, és nagyon sok idősebb tapasztalt ember jelentkezik nálunk, hogy segítene. Na most egy idő lesz, amíg ebből egy rendszert tudunk alkotni. 2022-ben leváltható az Orbán kormány, abban biztos, vagy sem? Az, hogy leváltható, abban biztos vagyok. Az, hogy le lesz-e váltva, abban nyilván nem vagyok biztos. Ilyet nem szeretnék mondani. Minden azon múlik, hogy most októberben hogyan tudunk szerepelni. Tudunk alattértve az ellenzéket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.